2023 év végén mutatták be a kölcsei életéről és koráról szóló tanulmánykötetet. Az ebben lévő írások pedig a himnuszföldje.hu oldalon is elérhetőek, és egy képregény is készült a magyar költőről. Mindezt a kölcsei emlékév keretében hozta létre a Szabolcsat Melberek vármegyei közgyűlés. Az egyéves emlékévnek az záró akkordja lesz a mostani kultúra napja megemlékezés. Az egy év alatt a Vármegyei Önkormányzat igyekezett méltóképpen megemlékezni költségéről a himnusz születés napjának 200 éves évfordulójáról. Számos rendezvényt tartottunk egy Európai Uniós pályázati projekt keretében, amely identitásunkat erősítette különösképpen a költségezés és a himnuszhoz főző identitástartalmakat emeltük ki ebbe a pályázatba. A program hagyományosan ökumenikus istentisztelettel és ünnepi közgyűléssel kezdődik. A nap során szabolcs szatmai vármegye önkormányzata átadja a himnusz földje emlékérmeket, és a hagyományoknak megfelelően a kölcsöi emlékplakettet is ekkor veheti át méltó tulajdonosa. Csorba Sándor professzor úr fogja kapni a kölcsei emlékplakettet. Csorba Sándor professzor úr aki ebben az esztendőben tölti be a 90. évet évét, a lehető legtöbbet tette kölcseiért, kölcsei emlékének ápolásáért, úgyis, mint a költségi társaság tagja, úgyis, mint irodalomtörténész egész életét, irodalmi, irodalomtörténészi munkásságát tulajdonképpen kölcsei szellemisége határozta meg. A Magyar Kultúra napi megemlékezés január 21-én vasárnap délelőtt 11 órakor kezdődik a Szatmár Csekei Református templomban.